A csírok és olajok kimutatása szüden három festéssel. Először is veszünk egy kémcsövet, és ebben öntünk 3 ujjnyi vizet. Körülbelül 3 ujjnyit. Majd pedig 1 ujjnyi étolajat adunk hozzá. Nézzük meg, mit tapasztalunk. Azt látjuk, hogy a nagyobb sűrűségű víz a kémcső alján található, míg a kisebb sűrűségű étolaj, az pedig úszik a víz felszínén. Kétfázisú rendszer jön ezáltal létre. Nézzük meg, mi történik akkor, hogyha ezt a kétfázisú rendszert összerázzuk, tehát a kémcsövet összerázzuk. Tehát így egy emulziót kapunk, tehát az olaj összekeveredik a vízzel, tehát emulziót kapunk, így az olaj összekeveredik a vízzel, majd ha egy picit állni hagyjuk, akkor idővel ismét két fázisra különül el, mert az apoláris olaj nem oldódik a poláris vízzel, nem elegyedik. Ezt követően egy cseppentő segítségével szudán 3 festékoldatot cseppentek az oldatban, az emulzióban pontosabban. Néhány cseppet adagolok hozzá. Majd ezt is összerázom. Hamarosan látható, hogy a szudán 3 festékoldat az étolajat pirosra színezi. Előveszünk egy másik kémcsövet, és ebben szintén 3 ujjnyi vizet öntünk. Majd 1 ujjnyi étolajat adunk hozzá. Ezt követően egy vegyszeres kanállal mosóport adagolunk a kémcsőbe. És picit többet is lehet tenni, és alaposan összerázzuk. Megfigyeljük a változást. Azt tapasztaljuk, hogy a mosópor felületaktív anyag ezáltal meggátolja a kétfázisú rendszer kialakulását. Utána szintén mosóport adagolunk a szudán 3 festékoldatot tartalmazó kémcsőbe is. És összerázunk. Az egyenletesen eloszlatott olaj miatt gyakorlatilag egységesen megfestődik az egész oldat.